Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható március hónapban a rák jegyében születetteknél, különösen ami a szerelmi témákat illeti? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a havi szerelmi jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Itt látható a rák jegyének a szimbóluma. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik. Az jelenti az intuíciódat, jelenti az érzelmeket, a rák jegye az szimbolizálja a családi kapcsolatokat, vagy egy otthont a háttérbe, ahova mindig vissza tudsz húzódni, hiszen ez jót tesz neked. A rák jegye felett a hold uralkodik, jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, de kihat az álmokra, a vágyakra, az elképzelésekre is. Az indiai asztrológia szerint Merkur bolygó jelenleg, illetve március hónapban a halak jegyében mozog, és mivel a halak jegye szintén a víz eleméhez tartozik, itt megvan egy harmonikus kapcsolat. Az azt jelenti, hogy márciusban lesznek szép beszélgetések, aláírhatsz egy szerződést, vagy egy jó hír közeledik hozzád. A kommunikáció most nagyon jó. Sőt, lehet érzelmekről beszélni is. Itt látható ez a hölgy, utal természetesen rátok hölgyekre, és a férfi jelenti a férfiakat, vagy a lelki társadat. Itt szerelmi témákról is szó van. A kérdés most az, hogy mi fűz össze benneteket. Ezt mutatja ez a virágkártya, amit a férjem készített. Az, hogy melyik virág mit jelent, az az én gondolatom, az én ötletem, tehát együtt készítettük a kártyákat. És itt ez a növény jelenti az, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, tehát újra látni fogod őt. Vagy jelenti a társadat, vagy valaki gondol rád a múltból, találkozni fogtok, hiszen látni akar téged. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt kéz a kézben lesz egy új irány, mert ez a férfi keresi újra veled a kapcsolatot. Itt vannak az utak, az jelent egy találkozást, vagy azt, hogy lesznek döntések, lesz egy új irány, lesz egy új életút, és ezt együtt tervezitek. Itt a madarak jelentik a vidámságot, a csevegést, beszélni fogtok egymásról, ami a jövőt illeti, ő visszatér hozzád, keresi veled a kapcsolatot, lesz egy új irány, változnak a dolgok. És mi van vele? A felhő jelent valamit, ami átláthatatlannak tűnik számára. Ezt a helyzetet ő ezzel a kulccsal lezárja. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Tehát visszagondolhattok arra, hogy mit, hogyan éltetek át fél évvel ezelőtt, és ha ez olyan átláthatatlan volt, ő ezt most lezárja. Itt ez a kártya jelenti a vitákat, a veszekedéseket, a félreértéseket. Lehet, hogy nem veled van ez a helyzet, hanem van valaki az ő közelében, akivel nem tud
kommunikálni, és itt számára is minden olyan átláthatatlannak tűnt, illetve jelenleg még átláthatatlannak tűnik. Ezzel a kulccsal le fogja zárni ezt a helyzetet, le fogja zárni ezt a kapcsolatot. Ő magabiztos meg lesz, a magabiztos fellépése, és ezzel a kulccsal kinyílik számotokra egy új ajtó, egy új lehetőség, újra látni akar téged kéz a kézben. Lesz itt egy új irány. Mindaz, ami nem volt jó a múltban, az most lezárul, és javul a helyzet, meg lesz a vidámság, a nevetés, a csevegés. Tehát jó dolgok fognak érinteni majd március hónapban, különösen, ami a párkapcsolatot illeti. De lesznek jó beszélgetések, szerződések is. És ez volt a havi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, írd le a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, abból kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a Maya kalendáriumról. És én kívánok nektek egy gyönyörű március hónapot, nagyon sok szeretettel, Dendera!